Aha, tehát azokat a kék blokkokat, azok pontosabban fehér blokkok, és mágikus erőt tartalmaznak, hogy elpusztítsuk az ellenfeleinket. Király. Király. Jó van. Oj, de jól néznek ki ezek a virágok. Nagyon, nagyon poén. Nézzük akkor cső. Ettől még nem leszünk csövesek. És innentől van az első. De várj csak, volt ott valami út. Túloldalon, vagy az... Az csak olyan volt, mint az első Worldon, hogy erről jöttünk? Erről jöttünk, ja. Ó, várj, még egy cső ott van. Itt van még egy cső, figyelj. Ez. Hű! Jó részletes ez a pálya. És ez a világ. Nagyon, nagyon szép. Tetszik, tetszik, tetszik. Kevesebb pályája van, ahogy elnézem. Kíváncsi leszek, hogy mennyi level lesz nehezebb. Azért ez az a rész, amikor... Jaj, de imádom ezt a pályát, ez nagyon zsír. Ez nagyon zsír. Csókoltatom a fejlesztőket, mert ez egyszerűen zseniális. Ez fantasztikus. És a power-up-ok amúgy ugyanolyan méretűek, mint ugye eredetileg, de... Na mondjuk a csövek is, de akkor is zseniális. Nagyon zsír. Ja, szóval az a lényeg, ez a rész ez már olyan, hogy van már egy kis difficulty spike-ja, tehát picikét nehezebbek a pályák ettől a ponttól. Ó, ezt nem így kellett volna, figyelj. Na, így se kellett volna, most már nem fog kiderülni, hogy mi volt abban a kérdőjelben, ha csak ezt nem viszem magammal. Érem! Kösz az semmit! Kösz az semmit! Picit fölgyorsítjuk ezt a játszmát ettől a ponttól. Ó, édes mindegy, hogyha nem lesznek nagy halak, akkor jó. Akkor nincsen semmi probléma. Au. Várj, ezt hadd üssem ki ezt a blokkot. Légy jó, kedves. Köszönöm. De azt azért ki kellett számolniuk a fejlesztőknek. Az, ahogy úgy beesett oda a csillag, az konkrétan ki lett számolva, pixelre pontosan. Kis súlyik. Na, oda kell figyelnem rendesen. Ó, zsír. Na, most már odafigyelek. Mi volt itt? Csillag. Csillag lesz még... itt. Lesz mondjuk még itt... itt most a 10-es vagy a 20-as van. Nem, ez az egy életes, ez jön ide. Nem. Hazudtam, mert valójában ide... Ez. Nem. Jó, semmi gond. Ettől a ponttól igazából édes mindegy. Jól állunk. Életekből kellett volna így is bespájzolni, nem kifejezetten power-upokból. De minél power-up annál, annál kényelmesebben érzem magamat. És illetve abban a kis piros házikóba akkor lehetne majd bejutni, hogyha megszerzem majd azt a kalapácsot ehhez a sziklához. Hogyha bárki meg akart volna kérdezni, most gyorsan megválaszoltam a kérdést. Tudom, hogy fel akartátok tenni a kérdést, úgyhogy... nem jó időzítettem. De jó, ez a Hammerbrew-nak ez a dobbantós fajtája, ami egy kicsikét megrázza a földet, és lesztannol minket, ergo nem fogunk tudni se ugrani, se mozogni. Ó, te gyere ide. Akkor ne gyere, akkor te gyere velem.
Mindegy, melyikőtök jön velem, csak valaki jöjjön velem, ne legyek már olyannyira egyedül. Upp! Szép. Na, látjátok? Ez már egy átlagos játékos nem tudná ezeket a manővereket jól megcsinálni. Ezt tudom magam? Nem tudom magammal vinni. Nem akartam kipróbálni, nem akartam kihívni azt a izét, Spine-it. Ó, de tök jó lett volna, hogyha lett volna power-up-on, mert akkor igaz, tök mindegy. Ide érkezünk vissza. Na, ezekre a pályákra már nagyon-nagyon nem emlékszek. Legtöbb esetben vagy a harmadik worldig játszott ma a játékot, vagy pedig warp zone azok a nyolcadikig. Tehát ez az a rész, ami a legjobb, viszont ide nagyon ritkán jövök már el. Na, back to back. Kettő csillagos tűzjátékot is osztottam nektek. Ez már megér egy újabb lájkot erre a videóra, feltéve, hogyha úgy csinálom a videóm felosztásra, ahogyan gondolom és világonként, úgyhogy erre a videóra is kérek szépen egy lájkot, és ráadásul egy subscribe-ot is nyomhatsz, hogyha meg tudom ölni ezt a Hammer Bros-t, úgyhogy nem halok bele. Fuck you! Szar vagy! Kérem azokat a feliratkozásokat, damn son! Gyönyörű szép! Yeah! Ó, ez az, amikor a nyomorult tűz hülyeségek. Ja. Olyanok, mint a BOOK! Na, azt a hitboxot nem értettem, de nem baj. Nem gond, elnézem a játéknak, mert ez egy nagyon jó játék. Ez egy nagyon fantasztikus játék, ahol nagyon kreatív és frankó dolgok vannak, például a mozgó gyertya. Meg a... És nem a gyertya mozog, csak a tűz mozog, de... Értitek? Ú, azt... Be tudok oda menni, figyelj. Gyönyörű. Na jó, most egy gyere erre. Ne, ez nem jó így. Ez egy szarjáték. Van ezekre a tüzes gyertyákra egy nagyon jó ellenszer. Úgy hívják Fuck the System. Őt is meg tudom ölni, fantasztikus. De nem tartott olyan sokáig. Wow. Dot hitbox. Maradsz ott a helyeden. Megmertél moccani? Nem merjél meg moccani. Ott maradsz. Te eljössz erre így. Fantasztikus. Te mozogsz arra. Az ott egy helyben fog állni, mint egy ostoba. Ide nem lehet lejönni, nem bizony. Csak fölmondom a forgatókönyvet. Most jön bum-bum, a bumburnyák. Fölugrok ide, nincsen szárnya, tök béna. Most meg megvadult. Így kell kinéznie amúgy a harmadik fésznek, és most sérülés nélkül meg fogom ölni. És ti kommenteltek valami szépet, hogy profi vagy vitpro, vagy valamit. Valamit, olyan fasz a szöveget, ami növeli az egómat. Ezt fogjátok csinálni. Ez benne van a forgatókönyvben. Nem én írom a forgatókönyvet, csak felmondom a forgatókönyvet. Itt ez nem fog sikerülni. Figyelj, nem fog sikerülni. Mondom, hogy nem fog sikerülni, de látod, forgatókönyv. Ez van a forgatókönyvben. Aj, mi ez a szarfos úgy már megint? Ezúttal nem gurulós spine-ikat nyomat, hanem rendes spine-ikat, ami olyan eredeti spine, ami mozog is. Ó, ne! Ugye van út lent? Hát van, csak...
Na mindegy. Kinek kell power-up? Nekem nem kell. Menni fog anélkül is, főleg, hogy csak egy Lucky Two van, se blooperek. Mondjuk így sokkal nagyobb meglepetések lesznek így. Na jó. Akkor próbáljunk meg nem fönt mozogni. Te! Oké, nem tudom most miért a másik irányban. Tényleg a gombáknak a mozgását nem értem ebben a játékban. Később évben állandóan csak egyenes irányba mozognak. Semmi kérdés, semmi rejtély, egyszerű. Itt pedig mint a mágnes, mágnesnek ugyanaz a pólusa, tehát taszítják egymást. Mario meg a power-up. Nagyon bizarr. A tanuki levél az meg bezzeg tök kedves. Az egy helyben mozog. Ugyanazt a mozgást végzi, ki lehet számítani, föl lehet szedni. De a többi, mint a csilla meg a gomba, azok meg mászkálnak jobbra-balra. Amerre éppen kedvük van. Konkrétan szomorú. Jézusom, mik ezek a hangok így a kijárat végén? Hammer bro, gyere bro! Ennyit rólad. Nekem is nagy a pofám, power up-pal a zsebemben. Te is gyere! Addig még lendületben vagyok. Lehet számolni ezeket? Olvasom, mint a könyvet, mint a forgatókönyvet, tudjátok. Na gyerünk. Újjajjajj. Csak azért sem tudom megtalálni a lehetőséget, hogy átugorjam azt a szerencsétlent. Upp. Szép. Újjajj. Ez a célkövető Ballet Billek? Nem, csak nem mindegyik. Jó. Nem mindegyik, csak az aranyozott színűek. Gyere. Hup. Aha. Maradj már csöndben. Te is. Szép hitbox, bro. Milyen? Az micsoda? Valószínűleg növényem azaz. A szép titok. Ezt is csak egy profi Super Mario játékos használta volna ki. Ez jó! Na, ez a rendes tanuki. Ez a full tanuki ruha. Nem csak a füles, meg a farok. Ez a totális. Ez szerintem ez... Nem tudom ennek a hivatalos elnevezését, hogy... Na mindegy. Szóval, ja, de van a tanuki leaf, meg a tanuki suit. És ez most a suit. Tehát technikailag ez a tanuki ruha. Az előző meg csak a tanuki levél. Úgyhogy végig rosszul mondtam, de magyarul mondtam rosszul persze. De lényegében ugyanúgy. Ugyanúgy működik, csak hogyha ugrok, nyomom a lefelé gombot és a B-t, akkor ilyen kis szoborra alakulok át. Ennek a szobornak több funkciója van. Most így hirtelen nem jut eszembe, hogy micsodák. Hoppáré. Elsősorban lehet mondjuk olyan ellenfeleket elpicsázni, mint például a virágok, tehát amik ilyen tüskések. A spinik, spikeok, minden egyebet, mármint így a szoborra gondolok. Az egy OP cusz. Csak hát ki kell számolni rendesen, hogy hogyan esik le, mert hogyha fölugrasz és aktiválod, akkor van egy ilyen kis animációja is. Nem valami egyszerű belőni az időpontot. Ebben a módban egyszerűen nem tudok rájönni, hogy hogyan működik. Ó, ja, meg kell csinálni ezt a pályát, ezt még nem csináltam meg tényleg. Ja. Ez annyira értékes amúgy ez a ruha, mint a... hogy hívják? A békaruci. A békaruha.
ajtó, ez mi van itt? Ó, ez a mirror világ. Ja, egyik ajtón be, ott a kicsi dolgok vannak, másik ajtón ki, és ott meg a nagy dolgok vannak. Ezt majd későbbi Super Mario játékokban is el fogják játszani, és nagyon kreatív, nagyon frankó cucc. És jazz meg, egy ilyen kupától kapok ki. Ó, klasszik, a klasszikus trükk. Nem tetszik nekem a kicsi világ. Na jó, menjünk be a nagyba inkább. Ígyni. Ez jobban tetszik. Aránylag más. Wow, oké. Vissza a kicsire a nagy pocsik. De így is nagyban kezdünk, úgyhogy tökre mindegy. Nem lehet kiütni, ez csak... Minek van oda bezárva az a teknős? Tök furi. Na jó, mindegy, menjünk itt erre. Tudok olyat csinálni, hogy felvettem azt a power-upot, ide bejövök és megint kapok egy power-upot? Nem. Fúj, de rossz ez a játék. Jó, akkor... Nincsen annyira szarul megprogramozva, mint gondoltam. Úgyhogy a teknős az marad. Ó, már megint. Maradjunk piciben. Szerintem azt egy kicsikét jobban tudom korrigálni. A nagy az sokkal szórakoztatóbb, de a kicsi az meg sokkal könnyebb. Így ennyi? Olyan helyen haltam meg, ahol ott volt a cél előtt megint. Jaj. Annyira fájok néha. Fájok magamnak. Köszi. Köszi, ott te legalább velem vagy. A pálya meg a szerencse talán nem is. Mit tartogaszt itt nekem, jó madárkám? Úgyis egy bum-bum lesz itt, tehát egy bumburnyákkal kevesebb. Jé, Dry Bones az átesik a... mondjuk le is esik róla, úgyhogy mindegy. A donátokra vigyázni. Az nehéz ugrás volt, de túl mentünk rajta, úgyhogy most már múlt időben van a nehéz ugrás. Ezt nem üttem ki, nem tudom, hogy mi van benne. Vagy mi nincs benne. Nem akarok rájönni. Súgy. Ó, oké. Hát, hogyha működik a könnyebbik verzió, akkor fel kihasználom. Menjünk bónuszra. Úgy néz ki, ami ott volt a pálya elején, azt a gombázat azt nem fogom tudni kinyitni, de nem probléma. Ó, édes Istenem. Ebben gomba volt, ugye? Mikor talán ez? Nem. Ez nekem valami... Amilyen jól ment először, ott is látszik, hogy csak betippeltem az összeset, tehát semmiféle emlékem nem volt róla. Ó, mini dino. Szuper királyság. A dinók menők. Az autoscrollok meg a unalmasak, ez kettő különálló fact. Meg ilyen mini tűzhányók. Fú, de lassan megy ez. Ez lassabban megy ez most, mint amilyen eddig volt. Te jó ég, itt nehogy meghalljak, mert akkor eret vágok. Ez szörnyű. És ezt végig kell vezetnem ezt a... Újjaj. Remélem nem. Hú, haver, nem mehetnénk mondjuk úgy egy... valaki váltson már egyesből kettesbe. Mert ez így nem jó.
Ez így nagyon nem jó. Nem, én maradok a virágnál, hogy őszinte legyek. Az kényelmesebbnek érő az emboss harcokhoz. Azt el akarom érni, figyelj, úgy. T-bag. Menő a zene, csak nagyon-nagyon-nagyon lassú. Na, mint a pálya lassú, de tetszik érteni. Ez botrányos. Ki volt az, aki azt gondolta, hogy ez jó ötlet? És képzeljétek el, most itt a végén meghalnék. Jaj ne! Jaj ne! Jaj ne! Nehogy ne! Befogtam. Oké? Okay? Nem, innentől nincs kommentár a videóban, kész. Ezért nincs kommentár a videóban. Nem kell kommentár, az csak eltereli a figyelmemet a lényektől. Akkor vagyok igazán God Gamer, amikor befogom a pofámat. Ezért nem lennék jó speedrunner, őszintén szólva. Már mondjuk nem, mintha megpróbáltam volna bármikor. Fú, de furán nézel ki te. Megszoktél az Aladdinból, vagy micsoda? De ezt tudjátok, hogy miért jó, mert megcsináltuk a negyedik világot, ergo eljutottunk a játék feléig. Szuper, paving.